Nem szabad, hogy megtaláljon. Nyugi, a vadon az én területem. A rejtőzködésben verhetetlen. Jó, tudom. Tudom, de egyrészt ő is te vagy. Másrészt meg azért olyanok, mint ő, azok mindig győznek. Kár volna engem lebecsülnöd, túljárok én az eszén. Jó, éppen ez az. Okosnak okosabb vagy, de ő legyőzhetetlen. Úgy ám. Jó, tudod mit, gyerünk befelé oda. Itt talán el leszünk egy darabig. Oké, de velük mi lesz? Ja, tényleg, szevasztok. Mi köze a felcsúti kis vasútnak Andrew Vajnához? Mi köze Stallone-nak Frankensteinhez? Hány másodperc alatt gyorsul egy Pontiac Firebird 0-ról 100-ra? Nos, ez a videó 3 kérdésből 2-re tuti választad. Filmekről, moziról alkotott modern fogalmaink közepette nehezen lehet ma már visszaidézni az olyan filmélményeket, amelyek velem a 80-as, 90-es években történtek meg, amikor egyrészt a gyermeki naivitás, másrészt a filmkultúrához való kezdetleges viszony, harmadrészt pedig a rendelkezésre álló csekély információ miatt úgy lehetett megnézni már a megtekintése pillanatában kult státuszba emelkedő filmeket, hogy arról semmilyen előzetes információval nem rendelkeztünk, sem a témaválasztásról, sem a színészről nem volt lényegi fogalmunk, teljes értékű felfedezés, nagybetűs premier volt minden VHS kazettán. Nos, én így teljesen ismeretlenbe ugorva láttam az első Rambó filmet, amelyről ez a videó szólni fog, és amely ellentétben a folytatásaival igazi mestermunka, állítom, hogy Stallone talán legjobb filmje, pedig akkor már a számomra egyébként teljesen ismeretlen színész rég túl volt élete másik nagy karakterének debütálásán a Rockin, sőt 82-ben épp a harmadik Rocky film forgott már. Mivel Rambó a popkultúra megkerülhetetlen figurája, és elsősorban az első részt követő folytatások miatt meglehetős undorral, megvetéssel viseltetik vele szemben a közvélemény, amely egy kikacagni való, végletekig eltúlzott, véres, tesztoszteronba áztatott macsó karaktert lát benne, én megkísérelném megmutatni a First Blood erényeit, mert talán nehezen hihető, de abból nem kevés van neki, a nyilvánvaló, de jóval kisebb súlyú hibák mellett, és megpróbálnám feltárni azokat az elemeket, amelyek bőven egy egyszerű akciófilm vagy egyszerű dráma fölé emelik az első vért. Teljesen egyetértek veled, egyértelműen a First Blood a legjobb Rambó film, szinte kár a folytatásokért. Na ne vicceljünk már, a második részben szabadult egy Johnny, a gyilkológép. Hát éppen ez az. Ez a karakter nem egy agyatlan ágyúnak készül. Noha egyszer izmos vagyok és kőkemény, nem is volt mit tenni, szinte magától lettem ekkora ász. Mikor én tomboltam, még volt realitása a dolgoknak. Na elmészte a jó kurva... Hogy már a francba ne hergelt fel, még jobban megtalál. Inkább tűnjünk el innen, addig meg lássuk azt az első részt, illetve először is egy baró kis spoileres összefoglalót, rólam úgy is szakad a víz, fussunk tovább. Fiatal katona érkezik a Salgó bányai bányatóhoz, de a helyi roma közösség nem látja szívesen, ezért Hóp városkája felé veszi az irányt. De a serif minden késlekedés nélkül bekíséri az őrsre. Ott aztán az ifjú Horáció Kén és a még ifjabb Hank Jennings fogadják abuzáló jelleggel, mire Rambó megszökik és a kellemesen hűvös erdőbe menekül. Ott megtalálja a zsáka foltját, és barátjává szegődnek a Rambó hullató erdők. Miután egyesével sorra kirambolja a rendőröket, megérkezik a Nemzeti Gárda, és Ballon ezredes az egyetlen, akinek még a serifénél is nagyobb arca van. Rambót nem az uralkodta. Én voltam. Rambó közben hentesboltot nyit a bányában, de nem akar részt venni a páncél ökörsütésben, inkább Miskolc tapolcára megy valami rákcsáló után nézni. Azután eltérít egy katonai zilt. Szájki. És robbant jól szórakozik az éjszakai városban, de csak amíg a serif a földre hull, az ezredessel meg fel nem idéznek egy megható Dallas epizódot. Nem tudom kiverni a fejemből. Végül jobbján az ezredessel, Ballon kabátban elhagyja a helyszínt és a forgatási területet is. Itt a vége.
Nos, a 80-as években a vietnámi háború utózöngéi, kiváltképp a hazatért veteránok beilleszkedési, megítélési problémái még igen feszesen lüktettek, dolgoztak az amerikai tudatalattiban. Nem sok film dolgozta fel el addig a naív, sokszor igen fiatalon harcba csábított és idegileg tönkrement hazatérő katonák helyzetét. Olyannyira, hogy az eredetileg David Morrell novellájaként megszülető történetet többször is filmre akarták vinni a 70-es években, nem kisebb nevekkel, mint Clint Eastwood, Steve McQueen, Al Pacino vagy Dustin Hoffman, de a kényes és érzékeny téma miatt erre sosem került sor. Egészen addig még egy bizonyos Andrew Vajna és Mario Kassar meg nem vették a jogokat, hogy Stallonnal leforgassák a First Bloodot, Ted Kotcheff rendezővel, aki rendkívüli érzékkel nyúlt nem csak a témához, de a forgatás minden eleméhez. Azért nem volna rossz, ha engem is megemlítenél. Jó van, nem foglak kihagyni, ne aggodalmaskodjál már állandóan. Lássuk hát azokat az összetevőket, amelyek miatt az első Rambó film meghökkentően kimagaslik a többi epizód, de még a korszak további akciófilmjei közül is. Fontos körülmény, hogy nem csak az amerikai közvélemény egy jelentős hányadának, de a világ más részein élő nézők számára is nehéz feladat lehet befogadni egy problémákkal küzdő, zárkózott, láthatóan nehézkes háborús veteránt, ezért a film sötét és szorongató cselekményét önmagában nem lenne könnyű együttérzéssel megemészteni. Ám a nyitó jelenet sorban megérkező, barátját kereső szerény, kedves, barátságos és mély érzésűnek tűnő csávóval könnyű azonosulni, természetes szinte gyermeki viselkedésével maga mellé állítja a nézőt, és ez fontos célja a rendezőnek a percekkel később elharapódzó erőszak hullámban való talpon maradás érdekében. Oké, de akkor mire ez a balhé, ha ennyire rendes csávó vagyok? Már is rátérek, ha megengeded. A vietnámi háború elutasítottsága és a hazatérő katonák elleni ellenszenv, sőt megvetés miatt Rambó puszta megjelenése is provokáció. A sheriff szinte magától értetődően köt bele a csavargó külsejű veteránba, akinek nem lehet nem a pártjára állni. De kezdjük most a szimbólumokkal, a film képletes utalásaival. A híd, amelyen Rambó megérkezik a városkába, egy fontos szimbólum. Fizikai és pszichikai határterület ez, a múlt és a jövő, Vietnám és a haza, a háború és a béke, a beletörődés és a szembenézés világai közötti átjárót testesíti meg. Jól érezhető a sheriff viselkedéséből egész Amerika hozzáállása a veteránok problémájához, amíg a hídon túl, az én városkám határán kívül tartom a problémát, addig rendben vagyunk, valódi megoldást, átfogó kezelés nem is céloz a rendszer. A sheriff szinte megszállottja a tisztaságnak. Nyiratkozzon és fürödjön meg! Próbáljátok egy kicsit rendbe szedni. Bűzlik, mint egy vatka. Tegyétek tisztába! Mely megtisztítást képletesen és szó szerint is igényli, időn a rendőrség alak sorában megmosdatják Rambót, mintha csak a vietnámi háború által az amerikai zászlón esett foltot akarná lemosni kényszeresen. Tudja, azzal a zászlóval a Jackie, meg ezzel a külsővel. Errefelé könnyen bajba kerülhet. A fokozatosan egyre durvább bánásmódban részesített Rambó terhelt múltjáról, az egyre fokozódó feszültség, az egyre beszűkülő tér, az egyre fenyegetőbb csapda helyzet során felvillanó visszaemlékezések útján kezdünk képet kapni. A háború okozta poszttraumás stressz nyilvánvaló tünetei ezek, de szimbolika tekintetében jóval többek ennél. Maga a gödörben leláncolt, szabadulni képtelen Rambó képe is metaforája a psziché által képzett börtönnek, amelyből az elszenvedett trauma képzete nem enged szabadulni. A rendőr őrsön történő túlkapások nyomán tovább épül a karakterrel való azonosulhatóság kézenfekvősége, amely már tisztelett és őt csak nem csodálattá nő bennünk, hiszen a nyilvánvalóan igazságtalan bánásmóddal, hatalmi elnyomással és fizikai fenyegetéssel szembeni erőszakmentes, néma ellenálló képessége és a tisztításkor felfedezett hegek csak tovább árnyalják a nehéz, drámai múlttal és nagyfokú önfegyelemmel rendelkező Johnny jellemét. Mikor a Lynch-féle Twin Peaks-ből jól ismert Hank Jennings... David Lynch? Na, akkor itt esetleg lehetne szó a dűnéről. Nem, most sem erről lesz szó. Ne erőszakoskodjál már, bazd meg. Fogok szólni, hogyha majd a dűne kerül terítékre, jó? Most húzzál innen. Szóval, amikor a rendőr a borotvával kezdi fenyegetni a már igen feszült Johnt, azonnal kiváltja a főhősből az elfelejteni vágyott trauma emlékét, csak úgy, mint a mosdatás párhuzama a háborúban elszenvedett tortúrával. A vietnámi veterán mindkét oldalon megaláztatást szenved el, egyiken a Vietcongtól a bemocskoló fekálián, másikon az amerikai földön a rendfenntartók általi megtisztításon keresztül. A két ellentétes előjelű művelet között számára nincs különbség, a megaláztatás azonos. Az ifjú David Caruso
az első találkozástól kezdve némileg visszafogottabban, nagyobb fokú toleranciával, már-már a tisztelet szikráival viszonyú Rambó felé. Értékeli a katonai múltat, láthatóan túlzónak tartja a bánásmódot, még bár nem túl határozottan a szavát is felemeli az eljárás ellen, de a mosdatáskor a háttérben maradva elfordítja a fejét, mintha csak a társadalom másik, nem gyűlölettel viszonyuló felét személyesíteni meg, amely bár maga nem akar aktívan a veterán ellenében fellépni, megaláztatásait látva félrenézés nem tesz ellene. Kis buzi. No, igen, de valójában az ő helyzetét is meg tudjuk érteni, nem? Nagy lófaszt, ezeket kell forgóágyúval átlyukasztani. Hol van a tökötök ratyikáim? Na, tűnjünk. A rendőrőrsről történő menekülést is metaforák sora övezi. Rambó motorral szökik, mely lazábbá, bizonyos fokig szabadabbá, ugyanakkor védtelenebbé is teszi a menekülőt, míg az üldöző az állami infrastruktúrát jelképező biztonságosabb, kényelmesebb, jobban felszerelt autót használja, amely azonban nehézkesebbé teszi a mozgását. Rambó a motorral ténylegesen és képletesen is letér az útról, ahová egyre nehezebb követnie őt a törvény betartásáért felelős hatóságnak. Ez Rambó terepe, itt ő van otthon a korábban a rendőrsége játszódó rendhatósági fölénnyel szemben. A rendőrautó át is tör egy kerítést, mintha csak a rendőri túlkapásról, a hatóság számára kijelölt hatáskör átlépéséről lenne itt szó. És végül egy számomra kedves, a filmkultúrán belüli utalás, analógia. Rambó egykori parancsnoka, Trautmann ezredes, a teremtményeként hivatkozik Rambóra, viselkedésében kísértetiesen emlékeztetve Dr. Frankensteinnek a teremtménye a szörny életre kelése felett érzett átszellemű törömére. A Rambót egyszerű, sőt bugyuta akció mozinak gondolók talán még tarthatják a filmet keresztül kasul átszövő, imént felsorolt allegorikus jelenségeket belemagyarázásnak, véletlennek, ám azok alátámasztására a rendező a képi világban is komoly munícióval rukkol elő, szikla-szilárd felépítményt kölcsönözve víziójának, természetesen egy nem kevésbé brilliáns operatőri teljesítmény, egy bizonyos Andrew László kezemunkájának támogatását élvezve. Az őrszobán történők egyetlenkedés feszültségkeltő csúcspontja a borotvás jelenet, amely felidézi Rambóban a Vietcongtól elszenvedett kínzásokat. Ám ennek képi megjelenítése is egészen bravúros, az egyik oldalon a Vietcong késsel történő fenyegetése, a másik oldalon a már a jelen őrszobájában rettegő Rambó tükörhatásban. A visszaemlékezésben felhangzó kiáltás is a jelen jelenetben folytatódik, teljes párhuzamot vonva a két időben egymástól eltolt világ Rambóra nézve azonos fenyegetései között. Mi a szar? Hé, izomagyú! Nem volna jó, ha szépen lekopnál végre és békén hagynál? Nem hinném. Épp, hogy nem akarom érvényesülni hagyni az ilyen okoskodó drámázást. Nem mindegy neked? Összehasonlíthatatlanul nagyobb kasszasiker minden egyes vértől csöpögő akciódömping, mint egy az enyémhez hasonló mélyebb film, akkor meg nem mindegy neked. Mi van, beszartál? Szartam már be, igen, de hogy jön ez most ide? Sehogy, csak gondoltam, megkérdezem. Nem lehet, hogy az emésztéseddel van gond? De lehet. Mostanában ugyan igyekszem rostosan táplálkozni, és figyelek a testmozgásra is, de... Visszatérhetnénk esetleg a témánkhoz? Ettől a ponttól kezdve a folytogató helyzetből való kiszabadulás válik a főhős szűnni nem akaró céljává. Ez szó szerint, illetve kép szerint is megnyilvánul a kulminációs pont, a passzív ellenállásból aktív menekülésbe váltás első képkockáival. A kitörés három beállítás során három lépésben kizúmol a szorongató helyzetből, az első lélegzetvétel képi alliterációjaként funkcionálnak ezek a vágások. A szökés megindításáig az egész történet folyam olyan, mint egy lassan összenyomódó rugó, amely a határponton, a már elviselhetetlen triggerelés pillanatában kipattan. Jól szemlélteti ezt a film képi megjelenítése is az alaksorból felfelé, a szabad levegő felé törő szökés jelenetében, amely a harci módba, túlélő módba való átkapcsolással zajlik le. Látható a vágás dinamikáján is, nincs vesztegetni való idő, a kitörni vágyó Rambó számára a hangsúly az ellenség felkészületlenségére alapozni, számára váratlan megoldásokkal operálni. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy rövid kitérőt tegyek a filmzenére is, amelyet a zseniális Jerry Goldsmith komponált, Rambó kitörésekor a felharsanó fő zenei téma elsöprő erejű. Ah!
stáb a környezetet is mesterien tudatosan választotta, az éles csipkés sziklák, szakadékok, hideg, nyírkos erdők adják meg az alaphangulatot, a lehengerlő atmoszférát. A főhős túlélési képességeire sokkal inkább szükség van egy rideg, barátságtalan klímában, mintha kellemes tavaszi szellő fogdogálna menekülés közben, vagy éppen 240 fokban kellene végig tapolni az erdőn. Ó igen, szimbólumként használja ezt is a rendező, Rambo megérkezésekor látható az egyetlen napsütéses jelenet, mikor még némi reményt érez a régi barát viszontlátása felett, de onnantól szinte tapintható a hideg, nyírkos, ködös és barátságtalan időjárás. Megint csak kiváló képi megjelenítést alkalmaz a rendező-operatőr páros, amikor a probléma gyors eszkalálódása után a sheriff tanács tananul konstatálja, hogy elvesztette a kontrollt. Teljes zavarában fentről veszi a kamera, alárendeltként jelenítve meg őt a háttérben a zavaros folyóval, mintha elmerülne az általa felkavart bonyodalmak hullámaiban. És a mi kedves karúszónk lentről fényképezve szinte felsőbbrendűként jelenik meg, mint aki előre tudta, hogy baj lesz, és most be is szól a sheriffnek, hogy de hát ő megmondta. Ám pillanatnyi gondolkodás után a sheriff kilép a saját képi keretéből, és szó szerint átgyalogol a másik beállításba, és ledominálja Karúszót, szimbolizálva, hogy újra kézbe veszi a dolgokat az átmeneti zavar után. Minket is meg fognak itt zavarni, ne dumálj már annyit! Az egyetlen esélyünk, ha el tudom nekik mondani, hogy miért vagy te értékesebb, mint a folytatásaid. Micsoda, ti rohadt kis sznoboskodó buzik. Na jól van, tűnjünk innen. Nem végezheted így.